14 év alatt az összes szálláshely megújulhat Magyarországon. A kormány új programjának célja a vidéki szállodák és panziók fejlesztése. Erre 2030-ig 300 milliárd forintot biztosítanak a kisfaludi turisztikai fejlesztési programban. Ez azonban az igények függvényében még változhat. 2000 szálláshely, 30 ezer szoba felújítása és 5000 új munkahely létrejöttét jelenti majd a nagyszabású terv. A támogatási összegekre szobánként lehet pályázatot benyújtani. Ennek részleteiről Nádasdy István beszélt 35 perc című műsorunkban. A szállodának minden fejlesztése belefér. Van ott egy ugye, maximum határ, tehát a projekt összegnek a maximális határa, a szobákhoz igazították egyenlőre. Tehát ez azt jelenti, hogy egy csillagos szálloda szobánként 3 millióval támogatható, a két csillagos 5 millióval, meg a panziók, a három csillagosok 7 millióval, a négy csillagosok 9 millióval, és az öt csillagosok 11 millióval, bár vidéken nem annyira jellemző az öt csillagos szálloda. Azért is kedvező a felújítási program, mert például egy fűtéskorszerűsítés önmagában nem a támogatható felújítások közé tartozik, de ha a szobafelújításhoz kapcsolják, akkor engedélyezhető. A 300 milliárdos keret felét hazai forrásból biztosítják, a másik felére pedig a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes kamatozású hitele is felvehető. Ha 50%-os lesz a támogatás intenzitás, akkor 50% önerő kell hozzá, de ez 10% saját erő, és a Magyar Fejlesztési Bank hozzáállt ehhez a projekthez, mellé állt, nagyon komolyan, és azt mondja, hogy 3-10 éves futamidőre kamattámogatott hitelt lehet felvenni ezeknek a projekteknek a megvalósítására. És azt gondolom, hogy egy racionálisan megtervezett szállodafelújítás ki tudja termelni kényelmesen ezt a kamattámogatott hitelt mondjuk 10 év alatt. A kisfaludi turisztikai fejlesztési programra első körben már szeptember elejétől lehet benyújtani a támogatási igényeket. A Nyírség, Toka és a Felső-Tisza bekerült a kiemelt régiók közé. A kormány célja, hogy a turizmus GDP hozzájárulása a jelenlegi 10%-ról 16%-ra emelkedjen a következő években. A Korona Hotel a programtól függetlenül már idén megújul Nyíregyházán. A műemlékvédelemmel egyeztetve új színeket kap az épület, fehér és szürkés kék lesz, de nyilászáró csere is a tervek között szerepel. Ez a beruházás szeptember 10-én kezdődik.